Tamásiban a Zöld Pont és civil házat azzal a céllal hozták létre, hogy új kulturális közösségi terével hasznos találkozó helyé a városban működő civil egyesületek egyéb szerveződések új otthonává váljon. Most az energiaválság okozta megszorítások arra a döntésre kényszerítették a település önkormányzatát, hogy a művelődési központot ebbe a jóval kisebb épületbe telepítse át. November 1-től a téli hónapokra úgy tervezzük előre láthatólag, hogy április 1-jéig elköltözik a művelődési központ, illetve a tevékenysége a Zöldpont és civil házba, Tamásiba, ami az Arany János utca sarkán található. Azért tartom fontosnak ezt kihangsúlyozni, mert sokan megállítanak ilyetten, hogy hogy férünk be mi a zöldalmaházba, tehát hogy nem a piac bejáratánál levő zöldalmaházba fog költözni az intézmény, hanem az idei évben elkészült és átadott, nagyon szép felújított épületbe, ami a Deák Ferenc utca és az Arany János utca sarkán található, ez egy zöldpont és civil ház. Itt ebben az épületben egy közel 100 fős konferenciaterem, egy 30 fős klubszoba várja majd az oda látogatókat, érkezőket. Ami nagyon fontos, hogy valóban elsősorban itt most a művelődési központban működő civil közösségekre, művészeti csoportokra, klubokra, szakkörökre gondolunk. A művelődési központban folyó munka nem állt meg. A csoportok, az egyesületek továbbiakban is az új helyszínen, azaz a Zöldpont és civilházban várják a tagjaikat. Mivel jóval kisebb helyen kell úgymond összehúzni magunkat ezekben a hónapokban, így egy kis logisztika előzte meg azt, hogy ki mikor fog próbálni, kinek mikor lesznek, mely csoportoknak mikor lesznek az összejövetelei, de szerencsére meg tudtuk oldani. Örülünk, hogy a csoportok is rendkívül rugalmasan álltak hozzá ehhez, és például, hogy egy példát mondjak, egy olyan szenior tánc csoport, amelynek tagjai 99%-ban nyugdíjasokból állnak, így ők feladták az eddigi időpontjukat, és például délelőtt fognak érkezni a próbáikra. Tehát nem maradtak minden csoportnál ugyanazok az időpontok, amik a művházban megszokottak voltak már, hiszen azért nem mindegy, hogy egy-két helyiségben, vagy akár 10 helyiségben tudjuk elhelyezni a csoportjainkat. Mégis nagyon nagy öröm számunkra, hogy mindazok a művelődési központos csoportok, azok a civil közösség, akik már évek óta, sőt, azt kell, hogy mondjam, évtizedek óta működnek az intézményben, azok ugyanúgy otthonra lelnek majd a civil házban is. A programok tekintetében egy jóval visszafogottabb időszak vár a tamásiakra. Pont a hely, a helyiségek nagysága miatt annak örülünk, hogy egyáltalán a csoportok, közösségek elférnek, így aztán ebben az 5 hónapban színházi előadásokra, koncertekre, olyan rendezvényekre nem kerül sor, ahol nyilván vártunk vagy fogadtunk eddig 100-200-300 embert is. Erre majd visszatérünk április 1-től, addig is tényleg az első és legfontosabb szempont a helyi közösségek megtartása és tovább működtetése lesz. Úgy tudtuk megoldani a beosztást, hogy hétfő reggel 9 órától péntek este 8 óráig folyamatos váltásban lesznek a csoportok. Van olyan nap, van olyan alkalom, amikor 3-4 forduló is történik. Ezért is volt fontos az, hogy nagyon együttműködőek voltak a csoportok, és mi is igyekeztünk úgy beosztani, hogy az a ház állandóan tele lesz élettel, valóban a nap minden szakában, minden órájában várjuk majd a látogatókat, és természetesen nem csak azokat, akik ezeknek a csoportoknak a tagjai, mert hogy magukba a közösségekbe is be lehet kapcsolódni, és nyilván hozzánk is be lehet térni ugyanolyan kérdésekkel, kérésekkel, információkéréssel, vagy bármilyen ötlettel, amivel eddig is megtaláltak minket a látogatóink. November elejétől a művelődési házat szolgáltatásaival együtt a Deák Ferenc utca 43-as szám alatt található Zöldpont és civilházban érik el az érdeklődők. Az intézmény elérhetőségei változatlanok maradnak.